Dudálással tiltakoztak a pécsi helyi járatú buszok vezetője a cégük igazgatójának nyilatkozata miatt hétfőn. Bunkóknak és primitíveknek nevezte a munkavállalóit a Tükebusz első embere, miközben megalázóan alacsony fizetéssel kell beérniük a dolgozóknak. Ez az alapprobléma, a minősítő kijelentések pedig megengedhetetlenek, mondja a pécsi Fidesz frakció vezetője. Szerinte ez az ügy biztos előkerül a jövő keddi közgyűlésen. Pénz nincs, viszont egy embertelen és minősíthetetlen bánásmód meg általánossá vált. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nem szerencsés időzítés. Tehát mindenképpen valamiféle következménye kell, hogy legyen ennek az elhangzott nyilatkozatnak. A Tükebusznál dolgozó sofőröknek pedig rendezni kell a bérét. A volánnál például januártól 40 ezer forinttal emelik a buszvezetők fizetését, mondja a politikus. Csizmadél Péter szerint a városi lakás koncepció is téma lehet a közgyűlésen. A politikus szerint jó, hogy vannak elképzelések, de a megvalósítás módja nem látszik. Gyakorlatilag az aprólékos munkavégzés eredményét azt nem látjuk. Tehát víziók helyett én azt gondolom, hogy több munka, több a napi feladatokra kellene inkább koncentrálni, hogy ne csak az elvek, de a gyakorlat is azt mutassa, hogy történik előrelépés az önkormányzati lakásgazdálkodásban, ami még egyszer mondom, egy nagyon nehéz feladat, hiszen alapvetően egy forráshiányos állapot az, amiben folyamatosan van ez a szektor. Jelenleg 1 milliárd forint lakbérrel tartoznak az önkormányzatnak Pécsen. Ha új bérlakásokat akar építetni az önkormányzat, kérdés miből, mert erre pályázati forrást nem lehet szerezni. Utána pedig a fenntartás további anyagi terheket jelentene, mondja a politikus.